immár 10. alkalommal rendezték meg Makláron a Röfi Fesztivált. A szombati rendezvényen ott volt a település mindegyik civil szervezete. Az általuk készített sok adventi finomságon kívül hurkakolbászt is ehetett a nagyszámú kilátogató. A településen minden ünnepi fénybe öltözött december elejére. Az utcák díszkivilágítása mellett az idén világító rénszarvas család is várja a karácsonyt a templom előtti parkban. A Melódia kamarakórus és a hívek egyházi énekekkel köszöntötték az advent eljöttét. Az eseményre ellátogatott a Mikulás is, és a sátrában egyedi családi fotók készültek az ünnepre. Jöjjetek a csengő szóra, üljetek fel a szágóra, csingilingiling, csingilingiling. A Röfi Fesztiválon a falu civil szervezetei kínálták a forralbort, forró teát, és maguk készítette süteményekkel is hívogattak. Az egésznek a varázsát a civilek adják, hiszen itt vannak 11 sátorban a helyi civiljeink, itt vannak az egyesületek, sportegyesületek, itt vannak az egyházközségeknek a képviselői, itt van nagy tájat település, és mindenki saját házakészítési süteményeket kihozza, forralbor, tea, puncs, forró csoki, és várják a vendégeket. És ez egy nagyon-nagyon közösségi esemény. Összehozza az embereket, egymással beszélgetnek, eliszogatnak. Hát az csak kaba tortány, van hozzá végén hurkakolbász is. Hanuszik Csaba polgármester elmondta, hogy készültek újdonságokkal is az idei rendezvényre. Az elmúlt évben az egész településen sikerült egy díszkivilágítást beszerezni. Most ennek az advent örömére, a Mikulás Fesztivál, Röki Fesztiválnak az örömére egy szarvassaládot csináltunk a templomkertbe, az látható itt a sarkon, a parkban, és megcsináltuk a Mikulás sátrát, ott várjuk a Mikulást. Be van rendezett teljesen Mikulásnak a kis lakosztálya, ott várja a gyereket, és lehet vele fényképezkedni. Az egy évtizedre visszanyúló Röfi Fesztivál már a település egyik meghatározó eseményévé nőtte ki magát. Hogy annyira várják a makláriak ezt a fesztivált? Úgy gondolom, nagyon várják, hiszen 4 órakor kezdtünk árusítani, már 3-kor itt voltak, nézték, hogy hol milyen süteményt lehet kapni, ki hol milyen puncsot, milyen forró csokit, milyen forralbort készít. Tehát úgy gondolom, ez nagyon-nagyon népszerű Makláron.